véleményüket. Az önök között cikkek gazdasági függetlensége is szóba került. Az önrendelkezésről és annak európai példáiról tartott előadást Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnök pénteken a csíkszeredai polgármesteri hivatal zsúfolásig megtelt gyűléstermében. Székely volt autonómia statutuma, részletesen leírja azokat az intézményeket, azt az intézményrendszert, amely alapján Székely volt autonómiája működne. Ugyanis a világon bárhol az autonómiák úgy működnek, hogy a központi hatalom bizonyos hatásköröket átruház az adott autonóm régió intézményeire. Székelyföld önkormányzati tanácsa tölteni be azt a regionális parlament szerepét, amely törvényerei rendeleteket bocsátanak ki azokon a területeken, amelyek kimondottan Székelyföldet érinti, a végrehajtó intézménye lenne az önkormányzati bizottság, amely a regionális kormány szerepét tölteni be. De kiemelten lehet beszélni arról is, hogy maga a hivatalos nyelv és az államnyelv mellett a régióban beszélt nyelv, tehát Székelyföldnek hivatalos nyelve lenne a magyar nyelv az államnyelv mellett, úgy ahogy szerte Európában, Katalóniában, Bankföldön, szerte Európában létező autonómiák is úgy működnek, hogy egy adott régióban az államnyelv mellett hivatalos nyelv az adott régióban többséget alkotó közösség nyelve. Az előadás fő témája az anyanyelv használatának jogi háttere és annak hivatalossá tétele volt. A résztvevők maguk is tettek fel kérdéseket, mint például megoldható-e régiónk gazdasági függetlensége, melyre Izsák Balázs azt válaszolta, hogy a területi önrendelkezés nem jelenti a központi hatalomtól való teljes elhatárolódást. Más felszólalók szerint fontos lenne a románság beavatása az autonómia kérdésébe, hiszen fontos, hogy a közösség megfelelően legyen tájékoztatva a témában. Fontos szembesíteni a közvéleményt, de akár a törvényhozó hatalmat is azzal, hogy ezek a kívánságok, ez az óhaj, ez az akarat, ez a helyi közösség akarata, és ezt figyelembe kell venni. Az előadás egyik fő tanulsága volt, hogy a romániai magyarok számára életbevágó, hogy a kormány ne ossza Romániát öt nagy részre, vagyis ne hozzon létre új közigazgatási egységeket, mert abban az esetben a magyarság aránya Székelyföldön megváltozna, amely jogvesztést vonna maga után.